Javában tombol a nyár, a gyerekek élvezik a vakációt, vízpartra járunk és több időt töltünk otthonunkon kívül. Ez az időszak azonban sajátos veszélyeket tartogat. Vörös Ferencné, a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője a legfontosabb teendőkre hívta fel a figyelmet. Nagyon fontos, hogy amikor a gyermekeknek programjuk akad, mindig kérdezzünk rá a legfontosabb részletekre. Kivel találkoznak, mikor, hol és mikor jönnek haza, valamint legyen egy telefonszám, ami mindig elérik a szülőket. Tudatosítsuk a gyerekekben, hogy az idegenekkel legyenek nagyon óvatosak, senkitől ne fogadjanak el semmit, és ha nem érzik biztonságban magukat, keressenek egy megbízható felnőttet. A fiatalokra nagy értéktárgyakat ilyen alkalmakkor ne bízzunk. A drága telefonokat, órákat próbálják inkább eltenni egy táska aljára, hogy azokkal ne hívják fel magukra a figyelmet. Abban az esetben, ha egy ilyen szituációba keverednek, hogy egy erősebb vagy több akár kortárs is körülveszi, el akarja tőle venni ezt az eszközt, még mindig egyszerűbb, ha inkább nem áll ellent, inkább adja oda, nézze azt viszont meg, hogy hogy néz ki az elkövető, tudjon egy pontos személyleírást adni, rögtön értesítse a rendőrséget, kérjen segítséget a szülőt, és a személyleírása nagyon sokat tud segíteni nekünk az elfogásban. Az értéktárgyakra a nyaralások alkalmával is nagyon ügyelni kell, hiszen bármennyire szeretnénk is úgy gondolni, a strandtörölköző nem szép. Nem elég, ha egyszerűen letakarjuk a parton a holminkat, amíg mi a vízben tartózkodunk. Inkább a legfontosabb tárgyakat, mint a pénztárca, lakáskulcs, telefon és kocsikulcs, helyezzük el egy értékmegőrzőbe. Az értékmegőrzőbe helyezzük el ezeket az értékeket. Fontos az, hogy szintén a strandra ne vigyünk le olyan nagyobb összeget, bankkártyát, vagy lehetőség szerint, ha ezeket, ha levisszük, akkor kérjünk egy széfet, amiben ezt elhelyezzük. Nagyon fontos az is, hogy az indító kulcsok szintén, ha ezt megint csak letakarjuk, akkor elképzelhető, hogy nem csak az indító kulcs, hanem meg az értékek, hanem a gépjárművet is el fogják tulajdonítani. Amikor hosszabb időszakra elhagyjuk otthonunkat, napokra elmegyünk nyaralni, mindenképpen szóljunk erről szomszédainknak vagy rokonainknak, akiket megkérünk, hogy egy pár alkalommal menjenek át ingatlanunkba, hogy kívülről ne az látszódjon, hogy huzamosabb ideig üres a ház. Szintén ennek elkerülése véget a mai világban már ügyelni kell az internet nyújtotta veszélyekre is. Tehát ha nyaraláskor készült képeket szeretnénk megosztani valamilyen felületen, ezt inkább akkor tegyük meg, amikor már hazaértünk. Vigyázzunk magunkra és értékeinkre nyáron is.